A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Kezdőkör nézőit és hallgatóit. Sportos kibeszélő műsorunk témája általában az, ami a pályákon történik, a fehérvári csapatokkal, vagy egy kicsit, hogyha szélesebb spektrumot nézzük, akkor az országban, vagy akár a világban, de néha a pályán kívül is történnek azért olyan dolgok, amelyek nagyon komoly kihatással vannak a pályára és az eredményekre, úgyhogy a mai első témánk mindenképpen ez lesz. Mai vendégeinkkel, beszélgető társaimmal, akik közül a legifjabb Ferenci Nagy Levente, a Fehérvár Média Centrum szerkesztője. Remélem, nincs nagyon megilletődve, ami jelen hatalmas mogulokkal került egy asztalhoz, hiszen itt van a... Rajta kívül ki még? Horog Laci, aki a többes számot kikéri magának, és itt van Mátai Balázs is, aki szintén visszatérő, mondhatjuk, törzs vendégünk itt a Kezdőkörben. Szóval úgy alakul ez a dolog, egy héttel ezelőtt a kosárlabdát is érintettük emlékeim szerint, csupa szép és csupa jó. A csapat azóta egyébként az Arkonik Alba Fehérvár matematikailag is bebiztosította második helyét, anélkül, hogy pályára kellett volna lépnie, hiszen bár Kaposváron váratlanul, vagy mindjárt beszélünk róla, hogy mennyire váratlanul vereséget szenvedett, utána viszont a Debrecen is kikapott, és a Szolnok is kikapott abban a fordulóban, ez pedig azt jelenti, hogy most már olyan előnye van az üldözőkkel szemben az Albának, hogy a hátralévő 5 mérkőzéstől függetlenül biztosan második. Ez egy nagyon jó helyzet, vagy nagyon nem tudom milyen az edző számára, hiszen innentől kezdve ugye van az alapszakaszból még jó néhány meccs, amelyen akár azt is megteheti, hogy gyakoroltat elemeket, akár azt is megteheti, hogy pihentet játékosokat. Nagy általánosságban nézve, amikor egy csapat ennyire rákészülhet a majdani következő éles feladatokra, úgyhogy akár tétmeccseken is lehet vagy kísérletezni, vagy pihenni, ez nem tudom, mennyire szokott jól elsülni. Én azért azt tippelem, hogy az Alba ezt a hátralévő néhány alapszakasz fordulót is nyilván kellően komolyan veszi. Az más kérdés, hogy lélektanilag sem ugyanaz a helyzet, amikor azért ott van valahol hátul, hogy hát akár ki is lehet kapni. Pihentetés megoldott végül is, mert ugye van két játékos, aki jelenleg lóg fegyelmi okok miatt. Nyilván róluk is érdemes majd néhány szót ejteni, hiszen két olyan játékosról van szó, főleg Diki esetében kulcsjátékos, aki a lepattanozásban meghatározza az Alba összteljesítményét. Úgyhogy remélem, hogy pozitívan jön majd ki ez a vizsgálat, és ezek a srácok maradhatnak itt. A... Milyen értelemben pozitív vagy lesz majd? Nem mindegy, hogy mi a pozitív. Mert ugye szóval biztosan vétettek a szabályzat ellen, biztosan olyat csináltak, ami miatt ezt el kellett indítani ezt a vizsgálatot. De ha sportszakmailag nézzük, akkor nagyon nehéz helyzetben lehet az Alba, hogyha őket most kell pótolni. Hiszen ugye átigazolási időszak is most jár le a napokban, ha jól tudom, és hát itt leakasztani a szögről ilyenkor ütőképes játékost nagyon ritkán lehet. Lehet, persze, van olyan akár fehérvári emlékünk is, amikor Meroni megérkezett ugye szezon közben a 99-es bajnok csapatnál, ahol Dávid Kornél váratlanul mindenki örömére az NBA-be távozott újfent, aztán ugye Tony Meroni, aki önmagában egy kuriózum volt a hatalmas termetével és ahhoz képest elképesztő finom kezével. De a Gulyás Robit senki nem volt képes leforgatni vagy lefordulni róla rajta kívül. Na jó, de hát gyakorlatilag egy hirdető oszlop paramétereivel rendelkezett a testsúly kilogramm tekintetében. Na szóval mindegy, van olyan, hogy persze lehet váratlanul is jót igazolni, vagy kényszer helyzetben, de nyilván ez nagyon nehéz, viszont egy pillanatra még mielőtt részletezni nyilván ezt a témát, ezt a fegyelmi ügyet, térjünk vissza ahhoz, hogy én nem nagyon emlékszem rá egyébként, most nem, egyébként fejből nem is tudom hirtelen, hogy most 5 vagy 6 meccs van még hátra az alapszakaszból, 5 mérkőzés, hogy ennyivel az alapszakasz vége előtt a csapat annyira biztosan álljon a helyén, hogy lejjebb már nem kerülhet. Ott van persze a lehetőség, hogy akár még meg lehet előzni a Falkót, matematikailag legalábbis adva van, de ott az meg, azt hiszem, ott meg túl nagy a hátrány. Tehát, hogy van egy ilyen kellemes senki földje, hogyan álljon hozzá ehhez most a csapat a hátralévő meccseken?
Most a bajnokság színvonalában azért más, mint a korábbiak, mert a Falkkal komolyan gondolok, hogy bárki ennél 30 pont ellenünk is, viszont mi is lényegesen jobbak vagyunk az üldözőknél. Tehát úgy gondolom, hogy lehetett volna idő most itt a kísérletezésre, visszatérve erre a két rossz gyerekre, a két fiúra, aki rosszat csinált. Tulajdonképpen itt nagy valószínűséggel szerintem maradnak, hiszen nincs más opció, ugyanis péntek elejár az átigazolási időszak. Az egy dolog, hogy péntek elejár, de előtt a papírokat be kell adni, és beépíteni két embert, az elképesztően nehéz. Tehát tulajdonképpen a dobogot kockáztatná a klub azzal, hogyha lehet, hogy keres játékosokat, és nem jött ki még semmiféle közlemény, de én úgy gondolom, az észszerűség határán belül fegyelmezni kell őket, nagyon megbüntetni, és utána minden megy tovább, ugyanis mondom, egy Kaposváron derült ki, hogy itt 30 pont és 20 lepattanó hiányzott. És így is a csapat majdnem nyert, tehát az látható volt, hogy nélkülük is egy nagyon szoros meccset játszanak, nem tudtak nyerni, és ez a Kaposvár nem egy olyan csapat, a mezőny eleje azért az erősebb náluk, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon nehéz pillanataink lennének két új játékossal, vagy három külföldivel, hogyha úgy fújtak, folytatnánk. Ugye azért nehéz beszélni a konkrét esetről, mert tényleg nem tudjuk, nem kommunikálják, és nyilván nem is tartozik ez feltétlenül a nyilvánosságra, hogy milyen fegyelmi vétség miatt van Diki és Roberts ellen vizsgálat. A Kaposvár elleni mérkőzés napján gyakorlatilag, vagy előtte jött ki a klub közleménye, amely szerint a két játékos a pályán kívül vétett valami komoly hibát, vagy fegyelmi vétséget, és emiatt a játékjogukat arra a mérkőzésre felfüggesztették. Ugye kicsit jól jött ki, hogy most ezen a héten nincsen találkozó, válogatott szünet van, úgyhogy még egy meccset biztos nem kell így lejátszani az Albának. Nekem azért van egy olyan kérdésem is ezzel kapcsolatban, ami vagy kihat a jövőre, vagy nem, hogy az egész csapat hangulatának mit tesz majd, vagy hogy tesz majd, mert ezt a két játékost én azt gondolom, hogy a klub mindenképpen meg fogja büntetni, tényleg legyen szó bármilyen vétségről, valószínűleg egyébként nem sporttevékenységgel kapcsolatos vétségről van szó, hanem valami hétköznapi dologról. És itt, ahol azért a csapategység, meg a sokszor elmondták, hogy nagyon normálisak a légiósok is, jó csapatemberek, jó játékosok, Dikirél ezt abszolút érezni is lehetett. Tehát, hogy így a közhangulatnak mit tesz majd, hogy most volt egy ilyen kis malőr. Levi? Hát nem tudom, én nekem ez egy kicsit ilyen NBA-s lett ez a malőr dolog, hiszen ott szoktunk ilyesmiket látni, hogy külső tevékenységek miatt büntetik a játékosokat. Hát nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi fog ebből az ügyből kisülni, de hát reméljük, hogy jól fogunk kijönni, hiszen ez a Falco ez azért nyilvánvalóan látszik, hogy mérföldekkel fölöttünk jár minden tekintetben. Sokkal jobban van összerakva az a csapat, és folyamatosan vitték el az évek során tőlünk a jól teljesítő magyar játékosokat. De azért ebből is egészen jól jött ki az Alba az idei évre nézve, hiszen remek fiatal játékosokkal tud dolgozni. És hát remélem, hogy sikerül megtalálni azt a dolgot, amivel majd esetleg, hogyha azért még messze van, és reméljük, hogy el fogunk jutni a döntőbe, de meg tudjuk majd valamivel lepni a Falkót. De azt azért például a kaposvári meccs tanulságaként leszögezhetjük, hogy enélkül a két játékos nélkül, de lehet, hogy nem is a személy az érdekes, hanem egyáltalán, hogyha itt kiesnek rotációból játékosok, amitől azért féltünk egész szezonban, nyilván elsősorban sérülés miatt, akkor azért egészen más a leányzó fekvése. Tehát itt akkor én nem vagyok biztos benne, hogy az lenne a kérdés, hogy a döntőbe bejut-e az Alba. Talán, ha egy játékos esik ki, még megoldható, de kettővel már látszik, hogy a Kaposvár is gondot okozhat. Abszolút így van. Annál is inkább, mert ugye számra is meg kell lenni, nem csak minőségre. És azért azzal így is, hogy öt légiósunk van, még így is, hogyha van egy-két sérülés, mert előfordult régen is ilyen, akkor már mindjárt gond van. Na most, ha van ez a két kieső játékos, és ne adj Isten, mégis az a döntés, hogy távoznak. És jön helyettük két valaki. Nekik is be kell épülni a csapatba, idő kell. Szóval ez így nagyon meleg pite. Hát szerintem ilyen szakaszában a szezonnak már olyan játékosok igazolhatók, akik valahol szintén még nemrég pattogtattak. És lehet, hogy velük ott volt probléma, és onnan jöttek. És de... hát nem biztos lehet ennek anyagi, lehet az is, lehet hogy egy csapat elveszíti a céljait. Tehát ismerünk azért olyat, hogy most tényleg a jégkorong ligát lehetne mondani, pont a Vienna Capitals kapcsán beszéltük, hogy amikor itt játszottak a Volánnal, még az utolsó szalmaszál volt nekik, hogy legyen esélyük rájátszásba jutni, és azzal együtt, hogy most már nincs, még sok meccs vár rájuk, és nyilván elkezdik szépen elengedni a légiósaikat, hiszen nincsen olyan cél, amit el akarnának, vagy el tudnának érni. Tehát ez előfordulhat, hogy ilyen csapatból egy játékos leakaszt egy másik, még komoly célokért küzdő csapat.
De valóban itt azért a játék egységessége, a csapat játékának a színvonal az nyilván megsínlené, hogyha itt most tök új embereket kellene hirtelen beilleszteni. Nem tudom, Laci, tényleg semmi. Most a találgatásokat hagyjuk, nyilván mindenkinél ott van a tuti, hogy milyen, ahogy Levi fogalmazott, NBA-s fegyelmezetlenséget követtek el ezek a fiúk. Biztos nem arról volt szó, hogy átmentek az Ebrán pirosban. Kicsit hosszúra nyúlt az éjszaka, és nem úgy, ahogy kellett volna, úgy hallottam. Ezzel is ugye akkor van probléma, amikor valaki valamilyen ellenőrzésbe beleszalad. Aztán azért legendák keringenek róla, hogy a Magyarországon játszó amerikai kosarasok szeretik azért megtapasztalni az életek. Nem az amerikaiak, ahogy én hallottam. éjszaka is napos oldalát. Voltak ilyen legalább, hogy főleg az ilyen kisebb városokban játszó amerikaiak egy idő után azért nagyon igényét érzik, hogy a forgatagba bekapcsolódjanak. Fehérvár meg ráadásul nincs távol azért az ország ütőerétől. Egy ugrás, ilyen emelkedés, mint a Diki, neki főleg egy ugrás. Hasonló probléma volt egyébként már a fehérvári jégkorongban, a dunaújvárosi jégkorongban, de említhetnénk hosszasan, nem is hosszasan, de voltak erre utaló dolgok, mint ami itt történhetett. Azzal együtt én úgy gondolom, hogy kicsit pihennek, erre a válogatott szünet tökéletesen alkalmas, visszatérnek, folytatják és nagyszerűen játszanak. Mondom, óriási a rizikó itt egy olyan csapatban, ahol öten vannak a pályán, és két stabil ember nincs. Azért az egy döntő érv a folytatásra, hogy az nem egyszerű. Tehát kialakul egy játékrendszer, és azért itt a sérülések is, hogy ettől tartottunk, hogy nehogy kiessen valaki, vagy kettő, ráadásul most ilyenre nem is gondoltunk, hogy ők így eshetnek ki. De az biztos, hogy a tavalyi bajnoki döntős menetelés során a közvetlen riválisoktól a kulcsemberek kiestek. A Falkótól is kiesett a szerb irányító, csak annyira mély volt a keret, és annyira erős a keresztmetszet. Meg az amerikai védőjük volt, aki megsérült a döntő előtt, tehát az is egy érzékeny veszteség volt, de kibírták. Mint ahogy a három évvel ezelőtt a Debrecen ellen a 2-0-val ment bele az Alba, és három kulcsjátékosa kiesett. És azt viszont már nem bírta el a csapat. Tehát én úgy gondolom, hogy ha ők visszatérnek kellő büntetés után, megszígyják őket, ők mondják, hogy jó fiúk lesznek a folytatásban, és úgy gondolom, hogy a klub amennyiben azt a döntést hozza, hogy maradnak, akkor nagyon meg kell őket büntetni, de úgy gondolom, hogy az észszerűség emellett szól. Ugye, ami ebben az ügyben nehéz, vagy ami lehet, hogy nem az Albán múlik, én is azt gondolom, annak a logikája mentén, amit Laci mond, hogy a klub részéről valóban egy büntetés, és aztán lépjünk tovább. De nem tudjuk, hogy ugye egyrészt, hogy milyen vétségről van szó, másrészt, hogy azzal kapcsolatban a kosárlabda szövetség protokollja mit ír elő, hiszen amin ment a töprengés, hogy nem olyasmi történt-e, ami miatt az Alba nem engedheti pályára a játékosokat. Szerintem, ha ilyen lenne egyébként, akkor ez már azóta azért kiderült volna. Nyilván a klub akkor már kommunikálta volna, illetve megkezdődött volna a játékoskeresés. Tehát most én is azt gondolom, hogy inkább egy olyan fegyelmi vétség, ami lehet, hogy majd jár további vizsgálatokkal, de addig ők játszhatnak. Az pedig hát nem kérdés, hogy ugye ennek az Albának, hogyha amikor nem köti már a fiatal szabály mondjuk a második félidőben, akkor Vojvoda Dávid és négy légiós így áll föl a legerősebb csapat, és az ötödik légiós az pedig ahhoz kell, hogy hát csak minimum hat embere végig lehessen játszani, amit playoffot se lehet, hogy azzal kell egy hetedik, meg egy nyolcadik, de ez a minimum, és hát ez a bizonyos ötödik légiós szokott ugye Roberts lenni, aki most szintén benne van ebben a buliban. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy a folytatásban ez majd hogy jelentkezik, de talán ezért is jó, hogy most öt olyan meccs jön, amin igazából nincs tét, tehát nem számít, hogy mi lesz az eredmény, mert a második helyet akkor is megszerzi a csapat. Ez egészen biztos, hogy a második hely már megvan. Még az első is kinézhetett volna, de azt gondolom, hogy az ugyanúgy elúszott, ahogy a többieknek az Alba üldözése. Úgyhogy ezt a második helyet, ahogy tavaly a döntőig el kell valahogy vinni, és a fináléban meg megint meg kell próbálni Szombathelyen csodát tenni, ami tavaly majdnem sikerült, alapszakaszban sikerült is. Úgyhogy miért ne? Szóval én azt gondolom, hogy annyi, tehát fényévekkel a Falkó nem jár előttünk. A keretében sem, a játékosok tudását, illetően is, ha összerakjuk, akkor itt a mi kemény magunk idézélbetéve a négy légiós plusz Vojvoda, az egy nagyon ütős kezdőcsapat,
Én azt gondolom, hogy valahogy az Alba ellen mindig a Perl az, aki ilyen döntő faktor szokott lenni, meg még egy-egy légiós oda teszi magát, akkor van általában probléma. Én az idén azt várom, hogy egyszer a Perl lejátszon otthon jól ellenünk, és akkor meg tudjuk hozni ezt a meccset. Nagyon leegyszerűsítve a történetet. Hát, hogyha ha majd fog a Pongo, sajnos. Hát, adott esetben a Pongo is. Szóval egy biztos, ha nincs az a két légiós, akkor szerintem döntőig se tudunk eljutni, ez teljesen egyértelműen rövid a keret, meg ha új játékos jön, akkor meg nincs idő beépíteni. Viszont ha maradnak elnye mellett, én azt gondolom én is, hogy ez így kellene, hogy legyen, akkor a csapat igenis elmegy a döntőig, ott pedig aztán játszik egy jó kis kiki meccset. Hát nem tudom, hogy játszott egy kiki meccset, majd kiderül. Az biztos, hogy a légiós összehasonlításból szerintem se jön neki rosszabbul az Alba, de azért biztos, tavaly azért lehetett felvenni azzal a Falkóval a versenyt, mert a magyar magja az Albának Somogyival és Pongóval egészen minőségi volt, ugye Vojvoda Dávid mellett. Ebből most az egyik nem, hogy elment, de egyenesen az ellenfélhez ment, és ugye Somogyi sincs, tehát jelen pillanatban ami a nagy történet, hogy egyszerűen nem tudsz a Falkó magyar magjával versenyezni, az Alba sem. Szerintem nagyobb meglepetés az, hogy a többi csapathoz képest mennyivel jobb volt az Alba, mint az, hogy a Falkó hozzánk képest mennyivel jobb volt. Én azt gondoltam, hogy ez is kiélezettebb lesz. De meglátjuk, minden esetre majd amikor folytatódik a bajnokság, akkor az is kiderül, hogy mi lehet Robertsékkel. Hát a Falkónak meg nyilván az ember egyáltalán nem kívánja, hogy mondjuk sérülés miatt megint problémáik legyenek, akkor inkább érezzék jól magukat a légiósaik, azt kívánom, hogy kicsit szintén ilyen, valami bulikában, mert más erőviszony kiegyenlítődésben nem nagyon bízhatunk, azt hiszem. Na jó, hát ennyit a kosárlabdáról, melynek jelen pillanatban ugye éppen szünetel a bajnoksága, de hát ezek szerint nem eseménytelen ez az időszak. És akkor térjünk át a focira, ami viszont nagyon is megy, olyannyira, hogy itt a fehérvári fociról, meg egy kicsit az európairól is beszélgethetünk. Megint nyert a Vidi a hétvégén a Debrecen ellen, ami a szurkolóknak ilyen külön élmény alig, ha nem. Nem tudom, annyira fiatal vagy itt, hogy lehet, hogy nem is emlékszel rá, hogy a Debrecen és a Vidi szurkolóknak a viszonya az valamikor kifejezetten baráti volt. Én még emlékszem olyan bajnokság utolsó fordulós mérkőzésre, de ez már nagyon régen volt, szerintem legalább 20 éve, amikor közösen bementek a pályára a Debrecen és a Vidi ultráit, volt Fehérváron egy meccs, és együtt ünnepeltek, meg éltettek, vagy épp tüntettek valaki ellen, mindegy. Lényeg az, hogy óriási haverság volt, de hát te most benne vagy ugye a B középben, lehet így mondani. Hú, akkor félünk most akkor. A Red Blue Devilsben, és nekem nagyon úgy rémlik, hogy ez a viszony, ez már azért nagyon messze van az ideális, több meg hát hallhattuk is. Meg annyit még, hogy volt olyan kupadöntő a Vasas ellen, hogy a Debrecenek eljöttek szurkolni a Fehérvárnak. Aztán volt Vidi Debrecen kupadöntő. És ez 2004, tehát az Üllői úton. 20 évvel ezelőtti sztori, tehát a Vasas elleni döntőre eljöttek, sőt egymást ünnepelték a közös kupadöntőkön, amit a Vasas ellen nyertünk. A Debrecenet elvesztettük, tehát egészen elképesztő barátság volt. Tehát a fehérvári rukkerek előbb elmentek egy nappal, elmentek bulizni, hirtelen megváltozott, de a részletek ügyében jön az illetéke. Igen, hát tulajdonképpen, hogyha valakit érdekelnek a részletek, az neten már találhat erről információkat, nem minden vagy az. Jó, de most el fogod mondani, mert nem mondjuk a nézőnek, hogy olvassanak utána. Részletesen nem szeretném én se elmondani, de igaziból annyi volt, hogy minden szervezetet kell, hogy emberek irányítsák, és itt volt a debrecenieknél egy konfliktus, hogy az idősebbektől át szerették volna ezt a feladatot venni a fiatalok. A fiatalok meg már kevésbé voltak nyitottak erre a barátságra, és ebből különböző konfliktusok alakulhattak ki. Volt ebből sajnos verekedés is, mint ahogy ezt a hírekben lehetett látni. De ezt én sem szeretném tovább fejtegetni, mert tényleg nem az én dolgom. Valójában én olyan fiatal vagyok, hogy nem is találkoztam a debreceniekkel, attól függetlenül, hogy már azért éltem én is a barátság idejében. Hát amikor a fehérvári fiatalok veszik át az idősebbektől, akkor megint kibékültek a debreceniekkel, hiszen nektek se kell tovább vinni a tradíciókat feltétlenül. Szóval egy biztos a vasárnapi meccsen a legtöbbször elhangzott hangos bemondói mondata, kérjük sportszerű szurkolásra a szurkolóinkat című fejezet volt. Szerintem soha nem hangzott még ennyiszer el itt a Sóston ez, most így 3 percenként átlagban. De erre egyébként akkor így külön
készülnek az ultrák? Tehát ugye vannak ilyen kiemelt jelentőségű mérkőzések? Természetesen, és most fog még három következni, ahogy ezt tudhatjuk. Újpest, Fradi. Diósgyőrrel se vagyunk annyira jó kapcsolatban, illetve a debreceni tábor a diósgyőri táborral lett utánunk jóba. Ezt mindenki döntse el maga, hogy ez mennyire megcsalás jó. Minősített esete. Igen, mondhatni. Én ezt a szurkolói részt le is zárnám ebből a tekintetből egyébként, hogyha már barátság, most is eljött hozzánk körülbelül 50 lengyel szurkoló Csesztovából, Rakov szurkolói, ővelük is jó kapcsolatot ápolunk, ami egyébként nagy megtiszteltetés volt most számunkra. A meccsen pedig hát szokták a Vidire mondani, hogy fehér var, na most ez talán kiemelt eset ez a meccs. Ez a visszaítélt büntető, abár jogosan volt visszaítélt büntető, de nem feltétlenül gondolom azt, hogy sokkal jobban játszott ezen a mérkőzésen a Vidi, mint a Debrecen. És hát a mérkőzésnek a második felében eléggé feszült is volt a hangulat, mind a pályán, mind a lelátón. De ettől függetlenül hála az égnek sikerült behúzni ezt a győzelmet. Hát ez egy olyan győzelem volt, ami korábban talán nem volt jellemző a csapatra, hogy valóban nem a jobb játék, nem is jött a gól a végén, mert ugye volt, amikor az erőnléttel, igen, meg a mentális erővel. Ez most egy ilyen viszonylag korai góllal megszerzett, és aztán ugye kivédekezett, vagy megúszott győzelem volt. A VAR meg hát az tényleg a legősibb közhely a fociban, hogy hosszú távon ugye kiegyenlítik egymást, még a játékvezetői tévedések is, amik lassan nincsenek, mert tényleg már robotok irányítják a bírókat is. De hát emlékszünk, ebben a szezonban ugye volt újra rugatott 11-es a Vidi ellen is, amikor Tóth Balázs kivédte az Zalaegerszeg ellen a büntetőt, akkor az ő elmozdulása miatt rugatták újra, most mi kaptuk meg ezt a lehetőséget. Nem tudom, hogyha szabálykönyvben megkérdezték volna a mérkőzés előtt, vagy szabályismeretben, hogy miért van az a félkör a 16-osra rajzolva, akkor te tudtad volna-e, hogy mi a funkciója? Remélem, hogy jól tudom. Hát gondolom, ott kívül kell állni a 11-es elrugásokon. Semmi más. Igen. Ezért van. Én régen mindig azt hittem, hogy a kapus még kirúgja a labdát, akkor oda kiléphet, de nem. Egyébként ez azért van, hogy mindenki egyenlő távolságra legyen a rugótól, és ezt az egy funkciót tölti be, hogy azt a területet kijelölje, amire nem lehet belépni a 11-es elvégzése előtt. Na most a debreceniek egyébként a vonalon álltak, tehát bőven belül ezen a félkörön, már az, igen, nem volt szabály, és mondjuk ezt nem értem, hogy akkor a játékvezető miért nem zavarja ki őket a rugás előtt, de ez sose történik meg. Aztán a varron meg kicentiszték tényleg, hogy abban a 10 másodpercben a 45-ös lábából nem tudom 40-ben volt a 16-oson, tehát végül is ilyen szempontból persze nekünk szerencse. Hát annyi voltak múlt tényleg kb. 20 centin vagy 10 centin, annyira lógott be a lába. De egyébként maga a büntető is nagyon határeset volt, hiszen a vonalon kaszálták el a teljesen jogos volt a katonát. Szerintem. Ettől függetlenül persze, hát már büntetőtől lett része a vonal, tehát oké, de szóval tényleg centiken múlott maga a büntető is, aztán meg az újrarugatás. De teljesen jogos volt, tehát lehet mondani, hogy hú, mert izé, meg var, meg fehér var, meg egyéb, de ez teljesen jogosan újrarugatott büntető. Újra fújatható volt, az más kérdés, hogy ilyenkor a kapus szokták figyelni. Tehát nem nagyon jellemző, hogy valóban ott álltak és újrarugatható volt, de olyan érzéseim voltak, hogy nem azt mondom, hogy kedveznek, csak ez egy nagyon éles szemű játékvezetői döntés, de nem is ez befolyásolta igazán a végeredményt, hanem a kapus. Itt az tényleg, hogy végig egy jó kapus, úgy számoltam, hogy Tóth Balázsnak már 10 pontot köszönhetünk. Körülbelül. Tehát Kovács Dani egy kapus volt, akit igazoltunk az MB2-ből harmadik számúnak, úgy alakult a sérülések, formahanyatlások miatt első számú kapus lett, másfél évig védett, és a kérdés az, hogy milyen klubnak a célja. Az, hogy benne akarsz maradni, ahhoz ő akár egy megfelelő kapus is lehetett. Ha nemzetközi kupa porondra akarsz kimenni, már pedig lassan már azon érdemes gondolkodnunk, hiszen ez a csapat úgy gondolom érett arra, hogy ott legyen közvetlen élmezőnyben, ehhez viszont kell egy ilyen szintű kapus, mint Tóth Balázs. Egészen elképesztő. És ráadásul kölcsönben van egyelőre, igaz? Azt jól tudom. Nem tudtuk szerintem, amikor, vagy senki nem tudta, hogy amikor leigazolta őt a Vidi, vagy hát kölcsönvet, hogy ennyire jó és ennyire sokat fog hozzátenni a csapat teljesítményéhez. Egyébként vannak ma már ugye tényleg mindent az égvilágon adatok és statisztikák mérnek, valami héttel vagy még hétnél is többel védi felül az egyébként a számára érkező lövésekből várható gólok mennyiségét, tehát nagyjából héttel kap kevesebb gólt, mint amit reálisan kellene. Az NBA egy második kapusa az ilyen 2 körül van talán, de brutálisan a legjobb kapus jelen pillanatban nem mutató alapján Tóth Balázs.
Amire lehet azt mondani szerintem, hogy a védelem kritikája is, mert ott, ahol a kapusnak kell állandóan megmenteni a csapatot, az nyilván hosszú távon nem. Ugyanakkor ezen a mérkőzésen például szerintem kifejezetten a védelem is jól teljesített, mert valóban mezőnyfölényben volt a Debrecen, meg a végén különösen voltak ilyen necces helyzetek, de összességében nem volt minőségileg olyan helyzete a Debrecennek, aminél azt mondjuk, hogy hát megúsztuk, vagy akkora mázli volt, kivéve Tóth egy-két védését. Igen, ez egyébként taktika volt most a Vidi részéről egyértelműen, ez a visszahúzódós dolog. Csak egy kicsit furcsa, szóval a hazai pályán ezt a taktikát követni, most a Fradi ellen is akkor várhatóan valami hasonló lesz, hogy majd várjuk, hogy mi történik, hát ha jön egy 11-es, vagy bármi. Tehát játékban egy kicsit bátrabb szokott lenni ez a Vidi. Az ősszel nagyon sokszor láttuk ezt, főleg a Paks ellen szenzációs volt, hogy mentek a fiúk, meg támadni akartak. Most azt láttam, hogy visszahúzottak, gyertek nyugodtan, majd mi megyünk kontrára, valami lesz. És összességében nem tetszett, amit láttam a pályán. Az igen, 3 pontot, a győzelmet nem kell megmagyarázni, ez oké. Okay, de én nem szeretném ezt a taktikát sokszor látni hazai pályán, azt gondolom. Hogy ez de mennyire lehetett ennek köze ahhoz, hogy tehát abban a rendszerben, amiben a Vidi játszik, azt láttuk, hogy van egy 10 gólos Kodród, amikor ő nem talál be, akkor a Szabó Levi győztes gólt fejjel a Fradinak, amikor nincs a Szabó Levi, akkor Katona. Beteszik a Tóth Tamás Videt, aki élete harmadik okay. meccsén szintén centerből gólt lő, a Gradisár idejön is az első meccsén, tehát nekem az a lényeg, hogy ha van egy centered, aki befejez, akkor ebben a játékrendszerben van gólod is, és a Vidi hármasával lődözte a gólokat. Viszont ezen a mérkőzésen nem volt center a pályán, ugye Gradisár még nincs olyan állapotban, nem kezdett, Tóth megbetegedett, Szabót kölcsön adtuk, Kodró már nincs, tehát a 4 lehetséges centerből egy sem volt, hanem hát a kis két mozgékony kis csatáról, tehát ez valószínűleg azt jelenti, hogy a rendszer is más volt, és minthogyha ez viszont nem lenne olyan hatékony, mint amikor akár sőn, akár be se mennek, küldik előre a labdát, látjuk, hogy középpályáról is van mélységbe passzolni tudó ember, és akkor jó, ha van egy centered, itt viszont most nem volt. Meg hát azért azt se felejtsük el, hogy ez a Vidi ez most eléggé szét lett vásárolva így a téli szezonban, és egyébként szerintem hosszú idő után a legjobb átigazolási szezon volt ez a téli. Nagyon jó játékosokat sikerült igazolnunk, Sigér Dávidot is, Stefanellit, akik nagyon gyorsan tudtak szerintem beépülni a Vidibe, és nyilvánvalóan egy ilyen átigazolási szezon után kell még próbálgatni ezeket a formációkat, ahhoz képest szerintem eléggé sikeresek vagyunk, és nagyon sok fiatallal is tudunk építkezni. Most a fiatal perceinket azért meg sokszorosítottuk az utóbbi időszakban. Berki, Marcele, mennyire voltatok megelégedve? Hogy gyakorlatilag most kapta meg először kezdőként a lehetőséget? Hát én ezt le is írtam, meg most is elmondom, hogy semennyire. 12-szer ért labdába 60 perc alatt. Biztos nagy volt a lámpaláz, nincs ezzel gond. Én a fiatalokkal továbbra is úgy vagyok, hogy tehát nem szabad őket rögtön kezdőbe benyomni. Kell nekik játszani 10-15-20 percet a végén. Ha azokkal jól élnek, ha látszik már, hogy nem izgulnak, ha látszik már, hogy belenőttek valamennyire a csapatba, akkor lehet őket fokozatosan terhelni. De az, hogy az egyik meccsen hoppa, Berki a kezdő, a másik meccsen a másik 18 vagy 19 éves, nem tudom, még a Kiskovás 16 évesen nem volt kezdő, most még majd ő jön. Szóval jó ez a fiatal percek, meg kap érte pénzt az egyesület, meg egyéb, de most ezt én túl erőltetettnek látom ezt a kérdést. Tehát 10,5 emberrel nem lehet folyamatosan meccseket nyerni. Nekem Berki Marcell inkább az a problémám, hogy ő azért egy nevesebb akadémiáról jött ide, és nagyon fel lett fújva ez az igazolás még nyáron. És ahhoz képest azért szerintem a mi fiatalaink, akiket mi neveltünk, is sokkal tehetségesebbek hozzá képest. Hát ő azért Fehérvárról, aztán jött vissza. Salzburgban nevelődött. Fehérvárról ment ki, de kvázi gyerekfejjel. Igen. Érdekes, amit mondasz, hogy jól sikerült átigazolási időszak. Egyébként, ha valóban az érkezőknek a renoméját, meg a bemutatkozását nézzük, tehát Sigért nem kell bemutatni, Gradisár, Stefanelli azonnal góllal, tehát ugye azt mondhatjuk, hogy tényleg jó, de azért van ennek nyilván egy olyan mérleg serpenyője is, hogy kik mentek el, és mondom, én például azért, de hát ez szubjektív, azt gondolom, hogy Szabó Levinek például lehetett volna adni arra lehetőséget, hogy Kodró után ő legyen az első számú center. Valamiért nem ez történt, nyilván megvan az oka, hogy miért nem. Csak mondom, hogy így valahogy majd kiderül, hogy az egyensúlyban van-e a kettő. Szabó Levivel az volt a probléma igazándiból, ahogy én tudom, hogy elkezdtek vele már tárgyalni, mert lejár a szerződése. És olyan feltételeket támasztottam, amire a klub azt mondta, hogy
semmiképpen sem óhatja neki megadni. Inkább elengedte, és a gyakorlatilag innentől kezdve már... Egyelőre kölcsönben van. De hát nyárton meg megy, ahova akar. Csak nehogy ő rúgja nekünk a győztes gólt. Én Castratit fájdalom, hogy elengedte most a Vidi, mert Castrati egy taktikai fegyver volt, főleg mikor csereként jött be melegpite helyzetekben, és meg tudta jobb oldalon futni, vagy akármelyik oldalon a védelmet, a fáradt védelmet, és én ezt hiányolni fogom majd. Hát csak ő meg valószínűleg többre vágyott ennél. Szabó Levit biztosra vettem, hogy megőrzik, illetőleg, hogy hosszú távú szerződést kötnek, mert én egy tökéletes alternatíváját láttam Kodrónak. Másként alakult, de van még itt nagyon tehetséges futballista, például a Menyhártot nagyon sokszor láttam Siófokban, amikor játszott, végtelen gyors és ügyes. A Vidnél lényegesen több szerepet kapott Siófokon, be ő se kapott sokat. De mondom, a Kistót is nagyszerűen jött be az első meccsen is, sőt már a horvátországi edzőmeccsen, a Hajduk Splitten is kimondottan jól játszott, és aztán a bajnokikon szintén, és a számomra legtehetségesebb a Kispető, egy elképesztően jó futballistának tartom, megsérült a tér, de most már jó alapodban bejött csereként, ő benne láttam én a legtöbb potenciált a fiatalok közül. Mindenesetre érdekes, mert beszéltük itt már a műsorban is Holland kapcsán például, hogy a európai szinten is nagyon-nagyon megbecsülik a magas, erős, jól érkező, jól fejjel, ugyanek a lábbal is ügyes, vagy adott esetben még gyors centereket, és azt látjuk, hogy a Vidi is ugye Kodró után is ilyenekkel próbálkozik, mert hogy valójában tényleg az a rendszer működik. Minden esetre úgy alakult ki így most ezzel a győzelemmel, hogy már 9 ponttal előzi meg az 5. helyezettet a Fehérvár. A 4. Puskás előtt jelenleg 5 pont előny van, és hát a Debrecen a 6. helye már 10-re van leszakadva. Van még egy teljes kör, ugye 12 meccs, ami alapján azt mondhatjuk, hogy persze még sok pontot el lehet veszíteni, vagy meg lehet szerezni, de nekem azért nagyon úgy tűnik, hogy ez a hát nem tudom, 4-4 rosszabb a csapat, hogyha ezt a minőségű játékot tudja, nem nagyon tud lenni, az pedig akár valóban érhet akár nemzetközi kupa indulást is, ugye a Magyar Kupa alakulásának a függvényében. Érdekes lesz ez, mert nem tudom, hogy valójában mennyire áll készen erre a klub egy olyan szezon végén, aminek még úgy mentünk neki, hogy mínusz nem tudom hány 10 millió a szponzortól, mínusz nem tudom milyen játékosok, tavaly épp, hogy ki nem estünk, most meg itt állunk, hogy még a végén nemzetközi kupa lesz belőle. Következő 3 meccsen azt gondolom, hogy eldől ez a dobogó kérdés. Mert egyrészt utána már csak 8 kör lesz hátra, másrészt ugye, ha az 5 pontos előnyt meg tudjuk őrizni a Puskással szemben, netán növelni, mert a Puskás se fog minden meccset megnyerni. Tehát a következő 3 meccs, tehát Diósgyőr idegenben, Újpest idegenben és jön a Fradi, ez 3 kőkemény meccs, akárhonnan nézzük. Ha ebből 6 pontot meg tud hozni a Vidi, de még lehet, hogy az 5 is elég, akkor azt gondolom, hogy lehet a dobogóról beszélni. Én pont azon gondolkodtam, hogy logikátlan döntésekben is lehet szerencsefaktor. Az ESMTK elleni kupameccs után egyébként most már tudunk csak a bajnokságra koncentrálni a többiekkel ellentétben. Nagyon kevés klubnál a sportigazgató távozik, ilyenkor az edzőt szokták kirúgni. Mi is beszéltünk nevekről, én biztosra vettem, hogy ez a lengyel úriember megy. Mátai Balázs kezdett megnyugodni, de aztán átalakította a gondolatvilágát. De az biztos, hogy én is úgy gondoltam, hogy egy ilyen kupameccs után, mert tényleg gyalázat, jelzőkre bármit lehet mondani, után marad az edző. Az edző marad, a sportigazgató távozik, nem hiszem, hogy bármit elvitt volna a klub működéséből. Tehát Juhászról itt kimondott, értelmes fiúnak tartom, rendkívül nagyszerű ember, kiváló futballista volt, de mint kiderült, a sportigazgató nélkül is működik ez a dolog. Tehát önképpen van egy edző, ővé a felelősség, a tulajdonos számon kéri. Ha nem megy, akkor majd eltávolítja, vagy bizalmat szavaz neki. Tehát önképpen semmi nem indokolta, hogy ez az edző helyén maradjon, és önképpen a legjobb döntés, ami születhetett. Ugye nagyon érdekes, hogyha mondtam, hogy most van még hátra egy teljes kör. Ugye a Debrecenben kikapott a Vidi ősszel simán, az volt az utolsó ilyen igazán sima vereség. Nyilván így, hogy most megint a Loki jött, ez azt jelenti, hogy megint lement egy teljes kör. Ezt a 11 mérkőzést 9 győzelemmel és 2 vereséggel zárta a Vidi. Abból a 2-ből egy ugye ez az alaegerszegi meglehetősen tartalékos. Hát szerintem, ha csak ezt a kört nézzük, egyébként biztos, hogy a legjobb mérleggel a Fehérvár abszolválta. És hogyha ez a 9 győzelem, 2 vereség lenne az utolsó 11 mérkőzés mérleg, akkor pedig nem ez lenne a kérdés, hogy nemzetközi poron, de hanem mondjuk ezüstéren vagy az aranytól mennyire lesz a csapat. A Paks azért
botlott egyet, vagy nem tudom, átpattant rajtuk a labda ott azon a göröngyön, egy egészen hihetetlen góllal ugye elkaptak ki hazai pályán, de nem gondolom, hogy ő náluk még elérkezett a feltétlenül a lufi kipukkanása. Más kérdés, hogy jelen pillanatban 3 pontra, illetve 4-re van tőlünk a Paks, tehát még az sem egy beláthatatlan távolság, és ott már azért egy minimum ezüstérmes pozícióról beszélünk. Igen, hát reméljük, hogy elsérjük. Még az edzőhöz akartam egy-két szót mondani, hiszen ő nála a játékosok, ezt egyébként tudom is, hogy szintén meg akarták őt is buktatni, és ez az edző azért teljesen más mentalitást képvisel, mint amit eddig megszokhatott a Fehérvár, hiszen ő megmondta az összes játékosnak, hogy őt itt biztos, hogy nem fogják megbuktatni, ő itt azt ki fogja csinálni, aki meg akarja buktatni, és hát meg is láttuk az eredményét, és az átigazolási szezonban is egyébként többek között biztos ő benne, hogy neki köszönhetjük ezt a jó eredményt, hogy ennyi jó játékos sikerült leigazolnunk. És ami meg végképp zseniális a részéről, hogy mindemellett, amilyen szakmai munkát végez, a szurkolókkal is milyen jó viszonyt tud ápolni. Még a legutóbbi meccs után is találkozott a szurkolókkal. Tudta, hogy kikkel jobb lenni, hogy ne buktathassák meg a játékosok adott. Lehet, hogy erőviszonyok így alakulnak. Úgyhogy az biztos, hogy nagyon izgalmas és érdekes lesz a hajrája. Két mondatot mondjuk még arról, hogy látjátok a további erőviszonyokat, mert ez volt az a forduló, ahol ugye a Paks egy váratlan vereséget szenvedett. A Ferencváros szerintem most már Európában unikális módon elhalasztotta a mérkőzését, ezt még ősszel meg nyáron megszoktuk, hogy hát a nagy terhe, meg a sok selejtező, de szerencsétlen Barcelonák, meg nem tudom, Arzenálok, meg két Dortmundok, meg játszanak a hétvégén, igen. Aztán ma meg már Bajnokok Ligája mérkőzés, de hát a Fradi a magyar módit követi, de ezzel együtt gondolom, hogy dupla terhelés ide vagy oda, azért ők meg fogják nyerni ezt a bajnokságot. A játékukban nincs feltétlenül benne egyébként, és az a Paks veresége is, hogy az élet hosszú távon tényleg X-re játszik, mert a Paks itt a tavasszal, illetve az ősz végén is nyert olyan meccseket, amikor nem feltétlenül volt jobb, de mindig történt valami. Windecker érkezett, Böde érkezett, Hányani csereként érkezett, de most tényleg olyan történt, ami egészen hihetetlen volt, hogy Szapanos a Honvéd elleni Magyar Kupa döntő nem viselkedett szépen a büntetőpárba jután, de félelmetesen jól védett. Tehát a Tóth Balázs mellett Magyarországon Dibuszt még soroljuk ide, magasan ők hárman, a torony magasan a legjobb 3 kapus, és én a Szaponos nem nagyon láttam még hibázni. És ott az a fűcsomó kibabarált vele, és láthatóan megzavarta. Tehát nagyon könnyű azt mondani, hogy na akkor szedd össze magad, és megpattanó labda volt a mindent eldöntő gól is, de ő nem nagyon szokott ilyeneket kapni. Tehát a Paks is olyan szériában volt, hogy egyszer csak ez megfordul. Nagyon remélem, hogy nálunk ez a széria megfordulása még nagyon sokáig tart, sőt kitart a tavaszig, tehát hogy nem történik semmi, és akkor bármire is gondolhatunk. Meglátjuk, minden esetre érdekes hajrának nézünk elébe, főleg így, hogy tényleg a Ferencvárosnak még van európai kötelezettsége is, és változatlanul azért magyar mezőnyben talán nem annyira meggyőző, viszont akkor mit mondjunk egy Bayern Münchenről, és akkor zárjuk ezt a mai adást a hátralévő kis időben európai focival, mert hogy ugye a Bajnokok Ligájában múlt héten lejátszottak már 4 mérkőzést, itt az előző adás végén találgattuk, hogy hol lehet majd meglepetés. Hát különös, de tulajdonképpen a legnagyobb meglepetés az lett, hogy a Lazio úgy megverte a Bayern Münchent, hogy a bajoroknak kaput eltaláló lövésük sem volt egy Bajnokok Ligája párharcban. Ezzel együtt 1-0 lett, és nem ettől beszélünk még bajor krízisről, viszont utána Bochumtól is sikerült kikapniuk, és hát ugye magyar vonatkozása annyi van a dolognak, hogy Löw Zsolt személyében egy magyar segítője van Thomas Tuchelnek, és most mindenki azt találgatja, hogy a Bayern kivágja-e őket még szezon vége előtt, vagy pedig rájuk azért inkább jellemző, türelmes módon azt mondják, hogy jó, hát még a nyárig kihúzzuk, de ennek már nincs jövője ennek a dolognak. Szerintem az a baj, hogy most már abból a bajnokságból sincs olyan nagyon sok hátra. Ha eddig nem rúgták ki Tuchelt, akkor lehet, hogy most már hagyják végig szenvedni ezt a történetet. Bár németeknél sem feltétlenül jellemző ma már a korlátlan türelem. Egy biztos, a Bayernnek ilyen negatív szériája nagyon régen nem volt. És itt is nyilvánvaló, hogy a PH valamilyen tekintetben nincs rendben az öltözőben, a játékosok és a szakmai stáb között. Ugye pont Lővvel kapcsolatban jött egy hír, hogy volt dulakodás, meg talán ütésváltás az egyik játékos, és a Neuer szedte őket szét. Szóval valami ott nagyon fejben szétcsúszott az öltözőben, mert hát a Bayern ezekkel a játékosokkal, világklasszis szintű játékosokkal
Barcelonát, bárkit lerendezett, amikor fejekben is rend volt az elmúlt években bármikor. Az a tavaly előtti korábbi kerete nem változott olyan mértékben, főleg Kane érkezésével, meg a szezon korábbi szakaszaiban ez rendben is volt. Nagyon ütőképes csapat volt a Bayern. Szóval ott valami megszakadt, elszakadt, ami nyilván nem szakmai, hanem öltözön belüli fejekben lévő probléma. Nyilván a bajnokságot mínusz 9-ről egy ilyen formában lévő Leverkusennel szemben szerintem már akár cserének edzőt, akár nem fogja tudni a Bayern meghozni. De a Leverkusen el tudja veszíteni. De a Leverkusen el tudja veszíteni, ahogy a Dortmund is el tudta veszíteni már többször is, ugye legutóbb tavaly a bajnokságot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon kemény időszak néz most a Bayernre, vagy jön most a Bayernre. És Tucheléknek nyilvánvalóan menniük kell. Ha nem holnap, akkor majd két hét múlva, vagy a szezon végén, de ez náluk nem lesz hosszú távú. Löw-Cicával nem beszélgettél mostanában, Laci? Amikor legutóbb nyert, ő vezette a csapatot, akkor gratuláltam. És akkor persze felhívott. Közölte is, hogy ha nem vagy ott, akkor tudok nyerni, mert valóban nagyon rossz szériába kerültünk. Én jártam hozzá még a német harmadosztályba is, tehát ott voltam az esküvőjén. Más a viszonyunk, nyilván ő más dimenziókban éli már az életét, de sok ismert futballista kapcsán elmondhatnám. Azért. Persze, tehát SMS-be válaszol, telefont már nem is nagyon hívogatom. És én úgy gondolom, hogy nekik részben most az a szerencséjük, hogy Nagelsmanntól elköszöntek kvázi hirtelen. Mert ha Bayern nem jellemző, hogy évente cserél edzőt, tehát nem szokott ez előfordulni. Ez a türelem velük szemben már még él, de már egyre kevésbé érzem ezt stabilnak. Tehát kupából kiestek, bajnokságban nem is reménytelen, nagyon nehéz a helyzet. A BL-ben kéne nagyot alakítaniuk, de ezt a Lazio ellen nem láttuk. Tehát a Lazio se játszott jól, Immobile belőtte azt a 11-es, de a játékban a Lazio se volt különb. Egy normál Bayernnek simán 2-0-ra kéne nyerni és tovább menni, és talán minden rendben van. A kérdés az, hogy megtalálják a maguk játékukat. És a Bayern tényleg nem nagyon szokott edzőt csinálni. A Van Gaalt egy nagyon jó BL döntős év után menesztették. Ancelottit megbuktatta Robben és Ribéry, ami szintén nagyon furcsa volt. És hogy mi játszadik a klubházban, azt nem tudni, de ledugoznak ők híreket, de egész biztos, hogy nem nyugodt a helyzet a Bayern Münchennél. Hát volt, amikor azért FC Hollywoodnak becézték, vagy emlegették a Bayern, főleg azért, mert valóban ott aztán az öltözőben akkora ego mennyiség van, amivel valószínűleg még a világ legjobb edzője is nehezen birkózik meg. Tuchel pedig egy olyan edzőnek tűnik, aki kifejezetten rüheli, hogyha valaki is fölé próbálna nőni, és ebből is fakadnak olyan feszültségek, mint például Kimmich, aki most Löw Zsolttal összebalhézott. Nem hiszem, hogy van a világnak olyan csapat, ahol ne lenne stabil alapkezdő ember ő. Ehhez képest pont a Bayernben, amit ráépítettek még szezonokon át, most ugye Tuchel valamiért nem bízik benne. Tehát itt vannak azért valószínűleg emberi konfliktusok is ennek a hátterében. Én azt gondolom, hogy nem marad ő az edző, tehát valószínűleg biztos neki tényleg lefőtt a kávé, viszont ettől függetlenül még a bajnokok ligájában akár meg is menthetik a szezonjukat, de ehhez a játékosoktól kellene olyan hozzáállás. Hát én nem tudom elképzelni azért, hogy ez a Bayern München ne tudná legyőzni ezt a Lációt, hiszen annyira a Láció sincsen most formában. Enyhén fogalmazom. Meg hát most szegény Upamecano is mind a bajnokságban sikerült piros lapot szereznie, mind a bajnokok ligájában sikerült piros lapot szereznie. Ő lett most az interneten az új Harry Maguire, hogyha valaki nézi. Valakinek mindig kell a mémek közt is vinni a prímet. Jó, hát a Bayernt majd meglátjuk. Ugye ma Inter, Atletico Madrid és Eindhoven Dortmund meccset rendeznek, holnap pedig szerdán Porto, Arsenal és Nápoly, Barcelona. Vannak itt azért olyan csapatok, ahol szintén történnek érdekes dolgok, hogy a Barcelonának kvázi elköszönt a vezető edzője, de még maradt a szezon végéig. A Nápoly éppen most rúgta ki az ő edzőjét, és szerződtetett a helyére mást. És hát vannak itt olyan párosítások, amelynél azt mondott, hogy ha egy Eindhoven és egy Dortmund bejut adott esetben a 8 közé a BL-ben, akkor már olyan rossz szezonja nincsen. De nem tudom, melyikben érzitek a meglepet. És nyilván ez az Inter Atletico, ez az, ahol az ember már hallja a kések csengését és a csontok csattogását előre. Múltkor mondtam a Köbenhavn együttesét meglepetése esélyesként, aztán végül jól játszottak a City ellen, de nagyobb tudás ott a végén döntött. Én az Interben látok nagyon sokat, egyrészt az olasz bajnokikon is rendkívül jól futballoznak, és a tavalyi BL döntőn is jobbak voltak a Citynél. Elképesztő bal szerencse miatt nem nyertek BL-t. Én most bennük látom azt a lehetőséget, hogy nagyon messzire jutnak. Hát meglátjuk, mert tényleg ez
Az Atletico ellen, ott, ahol tényleg Simeone bárkinek a játékát meg tudja folytani, vagy kellő, ott nem merülhet fel, hogy ne lenne elég agresszív a csapat adott esetben, mint egy Bayern Münchennél. A hétvégi fordulónak volt egy nagy érdekessége, ugye a Las Palmas ellen játszott az Atletico Madrid, és a labdabirtokrás aránya azt hiszem, hogy a Las Palmas javára volt 70% környéke, és azért a mérkőzés azt hiszem 5-0 lett az Atletico Madrid javára, szóval hogy igen. Nem birtokolni kell, hanem a kapuba juttatni. Így van, így van. Legfőbb tanulság a mérkőzésnek. Ha meglátjuk, hogy mire lesz képes, akkor majd ez az Atletico mondjuk az Inter ellen, meg arra is, hogy akkor hogyan alakulnak itt a magyar bajnokságban és egyéb sportágakban is a dolgok. A jövő héten nyilván újra lesz miről beszélni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és a figyelmet is köszönöm. További szép estét mindenkinek, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.